Sziasztok! Kaptam egy Volkswagen Tiguan kulcsot. Őt kell megkeresnem, hogy hol van. De már látom is, ott lesz hátul egy szép hófehér példány. És ha jól tudom, akkor ráadásul egy 7 személyes verzióról beszélünk. Ú, de szép felnik vannak rajta. Nagyon szép felnik. Jól néz ki az egész autó, jó kis, olyan masszív, olyan keményes, olyan nagyon frankó. Jó masszív kilincsei is vannak, és de azt hiszem, hogy csak nézzük meg. Igen, Old Space, jó van, oké. Okay. Csak nem emlékeztem pontosan, hogy 7 személyes vagy, nem mondom, nem akarok nektek hülyeséget mondani. Jó, és nézzük meg akkor ezt az Old Space-t, hogy milyen egy ilyen modernem Volkswagen, ugye általában olcsóbb autókat szoktam nektek mutatni, de hát azért ritkán van egy-egy ilyen újabb, modernebb autót is tudok nektek itt mutatni, ugye mint például ez a Tiguan Old Space, már alapból ez nagyon jól néz ki, ez nagyon tetszik nekem, hogy ilyen bazi nagy kijelzője van, és hát a tipikus Volkswagen illat az megvan az autóba is. Lecsapott kormány, kultúráltan megcsinálva ez a fényes rész. Igen, ez mikor el tudják találni egyes gyártók, és a Volkswagenre ugye jellemző, hogy el tudja találni azt, hogy mennyi úgymond ilyen gics kell, bár talán itt is egy, bár nem, ez is így, na erre kíváncsi vagyok, erre a csúszkásra, de mindjárt akkor, na mindegy, szóval csak azt akartam mondani, hogy azért egyes gyártók el tudják találni, köszönt bennünket. Welcome. Beindítjuk. Tipikus finom indítása van. Cserélje le a kulcselemet. Jó, hát ezt majd lecseréljük. De most nem ez a fontos. Nagyon szép ez a kijelző. Tök nagy. Igen, és ezt a klímát akarom, mert ez valami ilyen csúszkás. És csak fényerősségbe, kamerán nem is látjátok, de csak a fényerősségét változtatja, ez, hát ez nem lesz a kedvencem. Ez mondjuk még nem olyan vészes. És akkor ezzel kikapcsoljuk, aha. Menü. Ja, hogy itt is föl tudunk ide menni. Aha, na hát ez viszont ez így menő, de és akkor ennyit tudunk? Na mindegy, azért lehet vele játszani, én most nem fogok vele itt eljátszani. Amúgy szép amúgy ez a klímakonzol, és itt tökre jó látni, és hát figyeljétek, meg lehet szokni. Bár videón nem látjátok a fényerősséget, az a baj szerintem. Játéknak jó. Hát már igen, nagyon megyünk ez a nagyon modern, ilyen Teslás fele. Nyilván valakinek ez bejön, valakinek nem. Éppenséggel én úgy gondolom, hogy ez tanulható és megszokható. De ugye folytatva az előző eszmémet, ugye Volkswagennél ugye mindig el szokták találni azt a minőségi faktort, úgy mondva, hogy ez ilyen szép matt fekete, és akkor csak egy ilyen krómperem van, ez azért nagyon állat, ez nagyon jól néz ki. A váltó szépen, tehát tipikus Volkswagenesen működik, az ugye tetszik, lehúzom a rádiót még mielőtt letilt nekem itt az elektronika, tehát szép a kormány, szépen van eltalálva ez a fekete meg a krómnak az együttese, tehát igazából nem nagyon lehet összetapizni, még itt sem, most tényleg próbálok egy kicsit micsodálni, és így még így is tök kultúráltan látszódik, és itt a menüje, alapvetően gyors. Tetszik. Na mindegy, anno én is gondolkoztam, hogy ilyen autót veszek, aztán végül nem mellette döntöttem, de nem azért, mert rossz, hanem nyilván egy olyan
árfaktort ütött meg, ami nekem túl sok lett volna, de most már elég barátságosan hozzá lehet jutni, hisz ugye ez egy 1.5-ös TSU Old Space, és 2019-es 150 lóerős, és mindössze 35.000 kilométer van benne, tehát szinte még mondhatnám, hogy nem egy szinte, tehát még igazából baba az autó, és 9.190.000-et kérnek érte, ami szerintem alapból egy nagyon barátságos összeg, és majd mind a Volvókon, ez nagyon menő keret nélküli, és tök szépek az ülések, ajtón is szépek a formák, hát eltalálta, na hát azért a Volkswagen ebben mindig is jó volt, hogy frankon eltalálta ezeket, hogy tényleg, hogy érzed a minőséget minden egyes porcikán, minden egyes kapcsolón, hát igen, érzed a minőséget, na, ez is nagyon szép. És a motor az konkrétan a klímaventilátor, jár a motor, de nem halljuk. De már itt vagyunk, akkor nézzük már meg. Ezért csak az az első nekem, egy autónál a motorja. Na, itt kívül már halljuk. De itt sem nyilván nem vészesen. Na, aha. Ah, teleszkóp, ez menő. Teleszkóp támasztja föl, és ugye ez már az újabb 1.5-ös TSI, itt már semmiféle gondra nem kell számítani, végre sikerült a Volkswagennek megoldani ezeknél a motorokat, ugye a tipikus TSI problémákat kiküszöbölték, és itt már ezt nyugodtan meg lehet venni, és nagyon élvezhető marad a benzines turbó. Ugye eleinte voltak, de most már tényleg szuperek ezek, és tök jól néz ki ez a nagy Volkswagen embléma. Egy kicsit sajnos ide be vagyunk zárva, és nem tudom kiszedni az autót, mert annyi autó áll itt, de azért nézzétek meg, azért nagyon jól néz ki. Tehát igaz, tipikus olyan kis durva kis mokány, olyan jól néz ki az autó, fehérbe elég divatos is, és hát még 35.000 kilométerrel, hát szinte nem is használták az autót, nem is értem, hogy miért vesz meg az ember egy olyan autót, ami ennyi idősen elad, hisz ugye nyilván pont ilyenkor nem szabad eladni egy ilyen autót. Tehát konkrétan egy karc, egy horpadás nincs rajta, pont fölnyílik, egy horpadás, egy semmi nincs rajta, tehát nem szabad, és megoldották, hogy be lehet rakni. Aha. Hát ez tök jó. Na hát igen, így kéne minden gyártónak, hogy megoldják, hogy be lehet rakni, minden frankon le lehet dőlteni, nézzük meg. Most éppen nem megy valamiért. Van valami kapcsoló. Ez nem tudom, hogy micsoda. Nem mindegy, nem is nyomkodom. Tök mindegy, tehát ugye ez ugye 7 személyes. És akkor itt van a 6.-7. ülés. Ez is megoldható, be lehet ülni. Hát nyilván ezeknél egyiknél sem sincs óriási nagy hely, de azért be lehet ülni, ha muszáj, és el lehet vele menni 7 személlyel is bárhova, és ha nem kell, akkor tök könnyen ugye lecsukható, és ez ugye nagyon jó benne. Föl is vannak mindenféle pakolórekeszek. Hát igen, nyilván ez egy 9 milliós autó, tehát itt azért már nagyon kényeztetve van az ügyfél, de hát 9 millióért úgymond kell is kényeztetni az ügyfelet. Ugye egy ilyen Volkswagennek nyilván magas építésű, tehát ez az a fajta 7 személyes, amivel bárhol el tud menni. Nyilván a fékek is, a gumik is, a futómű is teljesen újszerű, tehát nincs is miről beszéljünk. Óriási nagy ajtók vannak, nyilván azért, hogy hátra is be lehessen ülni kényelmesen. Kíváncsi vagyok, beülök, hogy milyen ülni. Szellőző rostély van, hál' Istennek. 12 voltos csatlakozó és USB is van, és tök kényelmesen el lehet férni. Könyök támasz. Hát igen. És akkor nézzük ezeket, hogy mik vannak itten. Hát ide vajon mit kéne beraknunk? Nem tudom, de frankó meg gumírozott. Ezért be tudunk tényleg bármit rakni.
egy néhány autónak, talán a Zafirának volt ilyen, meg a Galaxynek volt, a Ford Galaxynak ilyen középső boxai, ami alapvetően okos dolog, mert hát most ide mit? Tehát ott semmit nem tudunk effektíve, semmit nem tudunk, tehát nem tudjuk azt használni, és tök jó, hogy ilyen kis tárolórekeszeket csinálnak oda nekünk, hogy bármilyen kisebb apró motyónk van, az oda tudjuk rakni. Igen, a műszerfala az nagyon szép és nagyon modern, tehát nagyon látszódik, hogy 19-es autó, pedig például az én Citroenem 2020-as volt, és hát ezen azért érződik, hogy ez egy nagyon, tényleg jó, ez annó drágább volt, hát drágább volt, vagy 3 millió forinttal, de hát ugye ez érződik is így az egész autón, hogy azért ez egy sokkal minőségibb, prémiumabb autó, és nem csicsás, tehát nem csicsásan prémium, hanem olyan minőségén prémium. És nyilván ennyi pénzért ez egy új autó, tehát ma bemegyünk egy ilyen Tiguant venni, és egy 16 millió forintot ott hagyunk, vagy akár még többet. Tehát 9 millióért mondhatnám, hogy ez ennyiért ingyen van. Úgyhogy hát ha akartok 9 millióért új autót venni, főleg egy SUV-ot, hát akkor ezt kell megvenni. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, nézzétek meg még a vágóképeket, és gyertek ide a Corrado Car-ba, vegyétek meg ezt a Tiguant, mert ennyiért semmit nem kaptok egyszerűen. Tehát ilyen kaliberű autót meg aztán főleg nem. Na, sziasztok!